Kedves nézőink, köszöntöm a stúdióban Rajmon Pétert, a Városi Kispályás Labdarúgó Bizottság elnökét. Jó estét kívánok, szervusz Péter! Szia! Átvettétek a Labdarúgó Bizottság, a Kispályás Labdarúgó Bizottság vezetését. Történtek-e azóta újítások? Például hány csapat vesz részt a bajnokságban? Vannak-e rendezési elvek, amik változtak? Változott-e valami? Igen, így van. Ugye tavaly évvégén leköszönt az előző vezetőség. Hát ekkor vettük mi át, illetve vállaltuk el, inkább így mondom, ezeket a teendőket. Hát annyiban változtatni kellett a bajnokság lebonyolításán, hogy már tavalyi év vége felé játékvezetői gondokkal küzdöttünk, nagyon sok mérkőzésen nem volt játékvezető, és hát ugye ennek fényében valamit kellett lépjünk. Azt találtuk ki, hogy átszervezzük a bajnokságot, ugye eddig minden csapatnak volt egy hazai pályája, ahol ugye mérkőzéseket játszott, ez általában iskoláknál volt. Idéntől pedig kicsit úgy központosítottuk a dolgot, a játékvezetők véget, ugye a volt alupályán az a két kis pálya, ami megvolt, ugye azon szervezünk meccseket, illetve a Vörös Marti és Csabánki iskola két pályáján. Valamint a rendeki pályát meghagytuk, ott ugye van két rendeki csapat, erőteljes szurkolótáborral. Ők kérték, hogy maradjanak ott, és akkor őnekik van hazai pályájuk. Hát csapat létszám ügyileg annyian, mint tavaly indultak idén is, sajnos többen nem. Ezt majd szeretnénk elérni, hogy azért ez valahogyan bővüljön. Két osztályban zajlik a bajnokság jelenleg. Az első osztály 12 csapattal, a másodosztály 13 csapattal. És ugye most már működik az öreg fiúk bajnokság is folyamatában, az 9 csapattal jelenleg. Ami még ezen kívül, hát szembetűnő lehet, hogy az öreg fiúk bajnokság ugye eddig a Volt Bányász pályának a füves pályáján zajlott, ami egy elég rossz állapotú pálya, meg ugye az időjárási viszontagságok véget nem mindig lehetett ott mérkőzést rendezni, és ők most átkerültek a műfűre, és ott folyik szerdai napon általában. Így van, sokkal jobb körülmények között, így van. Hát a hosszabb távú terveink között pedig szerepel az is, hogy magát az egész bajnokságot műfűre vigyük. Itt történtek lépések, hát ugye ez még viszonylag egy hosszú folyamat lesz. Szeretnénk azt a két pályát, ami az alupályán van, azt műfűvessé változtatni. Hát, hogy ez mikorra sikerül, azt nem tudom, de rajta vagyunk, hogy ez így legyen. Kik segítenek a munkátokban jelenleg? Hogy áll fel a csapat? Ugye szintén hárman voltak, hárman vagyunk jelenleg is. Orgován Tamás az egyik segítőm, illetve a folytonosságot valamilyen szinten tartó Mihályfi Gábor, aki ugye tagja volt az előző bizottságnak is, ő maradt, és így hárman. Említetted, hogy játékvezetői gondok voltak. Hogy fogjátok ezt megoldani? Mik a tervek ezzel kapcsolatban? Hát ugye jelenleg kevesebb játékvezetővel tudunk menni, mivel ugye kisebb létszámú pályával dolgozunk. Idén is volt már precedens sajnos, hogy egy-egy mérkőzés elmaradt játékvezető hiányában, ha jól emlékszem, talán kettő, de ezeket aztán nyilván pótoltuk. Hát szeretnénk játékvezetőket toborozni. Hogy ez mennyire fog összejönni, nem tudom, mert a futbolisták körében azért már körbe kérdeztünk, hát nyilván aki aktívan játszik, az inkább ezt szeretné folytatni, és nem a játékvezetést. Alapjában én úgy látom, az a probléma, hogy ugye van egy réteg a játékvezetőknek, akik már úgy az 50-es éveikben vannak, meg vannak a fiatalok, és a kettő között nem nagyon van sajnos. Tehát mondhatjuk azt is, hogy itt a reklám helye. Aki tudja, szóljon. Nyugodtan aki keressen minket, így van, és akkor irányítjuk őket. Említetted, hogy melyek a hosszabb távú terveitek, hogy itt a műfűvel kapcsolatban. Így van. Mik a rövidebb távú tervek? Tehát például a sportkedvelők mire számíthatnak az elkövetkezendő hónapokban? Hát ugye zajlik a bajnokság, ez folyamatában van, most jól emlékszem, a 8. fordulót rendezzük a héten. Ugye, hát abban is változott, amit nem említettem, hogy az osztályokat ugye itt a pályák véget több napra osztottuk, tehát hétfőn játszik az első osztály, csütörtökön a másodosztály, szerdai napon vannak az öreg fiúk mérkőzések. Hát ezek zajlanak. Amit még így a közeljövőben szeretnénk, nyáron ugye van egy holt szezon, amikor egy jó másfél hónapig nincsenek mérkőzések, legalábbis a bajnokság keretein belül. Oda szeretnénk majd szervezni valamilyen tornát, kupát. Ez is esetleg tömegsport dolog rendezni. Mindenképpen. Tehát számíthatnak ilyenre a Így van. Oda bárki nevezhet, ott ugye nem lesznek megkötések. Tervben van. Figyeljük a médiát, és akkor
tudnak tájékozódni. Fogunk, így van. Hát remélem, hogy a tévén keresztül, ugye az Ajkaiszon keresztül mindenképpen képújságban, meg hát ahol tudjuk. Péter, engedd meg egy személyes kérdés. Átvetted az elnökséget, a bizottság elnökét. Neked ez mit jelent így munkában, például időben, elfoglaltságban? Hát ugye folyamatában kell ezzel foglalkozni, ugye nyilván érkeznek a csapatoktól kérések, megkeresések különböző problémákról, ezeket orvosoljuk, illetőleg ugye a kispályás bizottság végzi vagy intézi a fegyelmi ügyeknek a megtárgyalását, elbírálását, nyilvánvalóan a játékvezetőkkel ugye karöltve, tehát ezek a feladatok vannak, hát heti szinten kell ezeket rendezni, tabellákat összeállítani, fordulókat ugye megszervezni. A játékvezetői küldést azt a játékvezetők végzik, tehát abba mi igazából nem szólunk bele. Hál' Istennek egy jó viszony van most a két bizottság között. Épp ezt akartam kérdezni, milyen a személyes kapcsolat? Nagyon jó, ugye, hát évek óta ismerjük egymást, ugye én magam is már több, hát 17 éves korom óta játszom itt a kispályás bajnokságban, úgyhogy mivel a játékvezetők sem nagyon változtak azóta, így hát nyilván mindenkit azért elég jól ismerünk. Tehát hazai pályán vagy, hogy igen, sportnyelven mondjuk. Igen. Hazai pályán. Péter, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. És jó munkás, sok sikert kívánunk a továbbiakban.